Tegyél magadért! Ez a Naturi Podcast. Ez itt a Naturi Podcast 26. adása. Szeretettel üdvözli a hallgatókat Turi Glória és Kis Tünde. A nagymamám még a kertbe ment ki zöldségért, hogyha főzni szeretett volna, tojásért a tyúkolba járt, a savanyúság és a befőtt katonás rendben sorakozott az éléskamrában a füstölt húsok mellett, mert hogy állat mindig volt a háznál. Abból varázsolt ételt az asztalra, amit megtermelt. Ha egy évben kevés voltam egy a fán, akkor nem rohant rögtön a piacra, hogy kipótolja, akkor abból kevesebbe tettek. Süteményt főként ünnepek alkalmával sütött, és néha az unokáknak, hogyha meglátogatták. Nem volt nassolás vagy folytonos evés, mint manapság. Azt tanultam meg tőle, hogy mindig legyen otthon tartalék. Legyen mihez nyúlni, hogyha főzni kell. A mai témánknak a nagymama csirkepaprikása vegán módon címet adtam, mert hogy ma a generációk étkezési szokásairól, az evéshez fűződő viszonyáról és a nemzedékek között meghúzódó vitákról beszélgetünk. Az elmúlt évtizedekben rengeteget változott az ízlés és az étkezés életünkben betöltött szerepe. Ami az étkezést illeti, te például, Glória, hogyan emlékszel vissza a gyerekkorodra? Hasonlóan, mint ahogy te, mert nekem is a nagyszüleim falun voltak, úgyhogy én minden nyarat ott töltöttem, tehát pont ugyanúgy, ahogy te mondtad, kimentem a kertbe, leszakítottam az uborkát, úgy megettem, nem volt gond, hogy, vagy nem foglalkoztam vele, hogy sáros, ott voltak a csirkék, akik megkapták a maradékot, nem volt a kutyának külön kutya tápia, hanem megkapta a dolgokat, nem volt kiöntött étel, mindenből tudtunk mindent készíteni, hetente egyszer volt kenyérdagasztás, és sorolhatnám még a dolgokat. Tehát egy sokkal takarékosabb, sokkal természetközelibb megoldások voltak, de ez azt hiszem a falusi élettel együtt járt. Aztán a városiasodás már sok minden mást alakított. Gondolom, te is ugyanezt tapasztaltad. Igen. A mai adásunkat Steiger volt Krisztián generációkutató inspirálta, aki több podcastben, valamint két könyvében is sok információt ad át az egyes nemzedékek alapmotivációjáról, úgymond hajtóerejéről, hát és a világban való helyéről. Természetesen az étkezésben is markáns különbségek láthatók a korosztályok között. Míg egy veterán vagy baby boomer nagyszülő, ugye akik 1945 előtt születtek, zserbóval és apró süteménnyel, illetve rántott hússal megrakott szatyorral állít be az unokákhoz, addig utóbbiak inkább elbújnak előle, mert nem esznek fehér lisztből és fehér cukorból készült ételeket, húst meg aztán pláne nem. Így néz ki ma egy több generációs családi ebéd, és most engedd meg, hogy egy kicsi idézetet olvassak fel Steiger volt Krisztián Generációk harca című könyvéből, hogy szemléltessük azt, hogy ma hogyan néz ki egy karácsonyi vacsora, ami manapság valóságos káosz. A nagyinak és a nagypapának egyetlen álma van, legyen leves. Egy száraz és egy szaftos főétel, előbbi ugye a rántott hús, utóbbi a pörkölt, tokány, paprikás háromszögből kerüljön ki, plusz a galuska és tepsis krumpli, valamint süti a végére. Az X-es, tehát az X generáció tagjai leginkább a pokolba kívánják az egészet, vagy gasztroőrültek, akik jó alapanyagból apait, anyait beleadva sütnek, főznek, de közben rettegnek, hogy nem lesz elég jó. Vagy az úgysem lehet mindenkinek megfelelni elve alapján, inkább étterembe mennének, ám azt nem lehet, mert a nagypapa demonstratíve a legolcsóbb ételt választja az étlapról, és ezt nem lehet idegileg kibírni. Az Y-osok próbálnak mindenből csippenteni egy kicsit, és a rántott hús tűnik a legjobb kompromisszumnak, csak ne akarnák rávenni őket folyton, hogy vegyenek hozzá a lesütött krumpliból is. Ők inkább salátát szeretnének egymagában, a nagy J mindig ecetes. A Z-s nem bibelődik az udvariassággal, ő megmondja, hogy mit akar és mit nem. Ő olyat nem eszik, és kész. Sőt, szerintem másnak sem kellene, mert nem egészséges, és különben is vigyázni kell a formánkra. Ettől viszont a nagyi ki van akadva, mert szerinte fogyókúra ide vagy oda, két hetente egyszer, náluk, azért jól lehetne lakni, és különben is, ők is ezen nőttek fel, aztán tessék, ma is felbírja vinni a cekkert a harmadikra. Hát ebből is látszik az, hogy itt az idézet vége, ebből is látszik az, hogy milyen káoszos lehet egy családi közös étkezés, nem mondom, hogy ebéd vagy vacsora.
Hogy hogy lehet erre készülni szerinted, hogy minden korosztály igényeinek meg tudjunk felelni? Hát igen, azt hiszem ez egy nagyon visszatérő téma minden csoportban, meg szinte a háziasszonyok körében, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani, főleg akik váltanak. Ugye van, aki etikai okokból szeretne váltani, de ma nagyon-nagyon sokan egészségügyi okból kényszerülnek váltani. Ugye rengeteg az allergiás, rengeteg a egyéb egészségügyi kihívással rendelkező, és bizony egy bélflóra regenerációban az, hogy csalónapot tartunk, az nem mindig vezet jóra. Tehát ugyan vannak, akik ezt mondják, hogy igen, az belefér, meg minden. Én úgy gondolom, hogy vannak olyan időszakok, amikor igenis, hogy nem fér bele. Tehát igenis meg kell húzni a határokat. Én azt szoktam csinálni, és ez nálam egy nagyon-nagyon jól bevált dolog volt, hogy, és így volt a családi béke is, hogy én elmondtam, hogy egy-egy ilyen családi rendezvényen én mit fogok készíteni, ha nálam volt a csapat, és megkértem őket, hogy aki amit szeretne, az hozzon. Amit szeretne ezen kívül enni, azt készítse el magának, és hozza. És akkor jöttek kiskosárba, ki mit hozott. Anyukám hozta mondjuk a rántott húst, vagy a pörköltet, mert ugye én ilyesmiket nem készítek, vagy ha készítek, akkor nálam céklapörkölt van, vagy csicseri borsóból készült, vagy egy ilyen vegyes, zöldséges, ragús dolog, semmiféle húskészítményből, és így beállt a családi béke, hogy mindenki tudott azt enni, amit ő szeretett volna, és akkor nem volt vita. De ez, én úgy gondolom, hogy ez nagyon érdekes, mert ugye mi vagyunk az a generáció, ez a szendvics generációnak is hívnak minket, akiknek azért élnek a szüleink, és ugye, tehát fölfelé és lefelé is, és itt vannak a gyerekeink. És ahogy te is olvastad, ez azért elég vicces, hogy a nagyszülők szeretett nyelve az az étel volt, mert ugye ők abból volt nekik a háború, meg abban az időszakban a legkevesebb, és nekik ez egy nagyon-nagyon fontos, megbecsült dolog, és nem véletlenül van az, hogy ők a szeretetüket ezzel akarják kifejezni, és mivel ők egy olyan korban nőttek föl, ahol jóval kevesebb növényvédőszer volt, ugye a háztáji gazdaságok, stb., ahol talán azt mondhatjuk, hogy az alapanyagok is jóval egészségesebbek voltak. Tehát nem a nagyüzemi csirkét ették, hanem a kapirgálóst, és sorolhatnám még. Azért tudjuk, hogy egy kiskerti paradicsomnak, vagy egy paprikának egészen más lesz az íze, vagy annak a gyümölcsnek. Tehát ezek nagyon fontosak, hogy mi vagyunk az, akik meghallgatjuk a nagymamát és a nagypapát, én is anyukámat, aki ma 78 éves, én vagyok ugye 60, meghallgatom, hogy de kislányom egyél, én megmondom, hogy de köszönöm szépen, én ilyet nem eszem, és minden egyes alkalommal el kell neki magyaráznom, hogy figyelj anyukám, én nem halok éhen, mert én is eszem galuskát, csak mondjuk én gluténmentes zappehelyből eszem azt a galuskát, tehát, hogy rengeteg mindent lehet enni, a hüvelyesekből is lehet nagyon-nagyon finom és tápláló pörgölteket, ragukat elkészíteni, nem csak az a vega étel, hogy a rántott gomba, meg a rántott cukkini, és itt úgy nagyon sok ember ismerete úgy ennyi volt, hanem ennél sokkal színesebb, mert nagyon-nagyon finom zöldségfasírtokat lehet készíteni szinte mindenféle zöldségből, répából, karfiolból, brokkoliból, hogy most csak így hirtelen például akár a mai ebédet mondjam, hogy ma például mi egy nagyon-nagyon finom ilyen tökfőzeléket ettünk, és készült hozzá egy karfiolos, brokkolis, édesburgonyás, ilyen kicsit indiai fűszerezésű ragú, és jászmin rizs, és ehhez még fermentált zöldségeket ettünk. Tegnap például egy isteni finom rakott krumpli volt, csak éppen nálunk nem volt benne tojás, hanem ezt a kvázi húshelyettesítő réteget az borsófehérjével készítettem el, de ugyanúgy csicseri borsóval is el lehetett volna készíteni, és a saját köles sajtomat tettem bele, és fantasztikusan finom volt. A tejet is én készítettem, egy rizses kesutej volt hozzá, ami egy olyan, mintha egy tejszín lenne, egy ilyen sűrű tej volt hozzá. Szóval nem kell éhezni, hanem nagyon-nagyon finom dolgokat lehet enni színesen, tehát hogy ugye a szemünkkel is tudjunk enni, és nagyon jó illatokat lehet. Hát ha belegondolnak a hallgatók, akkor
a húsokat is mindig fűszerezzük. Tehát a fűszereknek fantasztikus hatása van, úgyhogy érdemes őket használni. Tegyél magadért! Ez a Naturi Podcast. Jó esetben egy lány, de a fiúk is otthon a származási családjukban tanulnak meg főzni. Akár a szülőktől, anyutól, akár a nagymamáktól például, ők ugye az unokáikat tanítják. Aztán, ahogy így tanulunk, feleszmélünk dolgokra, olvasunk ez az után valamit, akkor kicsit úgy változhat az, hogy milyen ételt, miből és hogyan készítünk el. Én annak idején emlékszem az első ilyen könyv, ami a kezembe került, a Reform Konyha című könyv volt. Járunk 1980-as évek végén, amikor vegetáriánus is lettem, és elkezdtem újfajta élelmiszerekből főzni. És emlékszem arra, hogy kicsit furcsán néztek otthon rám, hogy úristen, hát én miket eszem. Aztán telt múlt az idő, megkóstolták, és azt mondták, hogy ez nem is annyira rossz. Tehát, hogy egy kicsit elkezdtünk visszafelé is menni, hogy a későbbi generáció tanította az előző generációt, és cserélték akkor ki a disznózsírt olajra otthon, megtanultak több mindent másképp csinálni, mint korábban. Tehát, hogy mit érdemes megtanulnunk akár az előző generációktól? Te is említetted, hogy régen azért a faluban is másképp főztek, igen, hogy felhasználtak mindent. Tehát, hogy azért volt egyfajta bölcsesség a régi emberekben. Igen. Én ezt magamon is érzem egyébként, hogy azt a fajta régi bölcsességet, hogy az étel az egy szent dolog, hogy nem dobunk ki, hogyha lehet, akkor mindent hasznosítunk, és a többi. Tehát én például a magam részéről mondhatom, hogy én tovább vittem ezt a szemléletet, és igyekszem az ételt nem elpazarolni, nem játszani vele, és olyan étel kombinációkat kialakítani, amibe oda tudunk figyelni az alapanyagokra, arra is, hogy mindig tápláló legyen az az étel, mert azért nagyon fontos például, hogyha csinálunk egy krumpli paprikást, vagy paprikás krumplit, ki hogy nevezi, akkor azért, ha csak a krumplit rakjuk bele, és egy kis hagymával indítottuk ugye az elején, meg piros paprika, akkor azt mondom, hogy lehet, hogy ez azért annyira nem lesz tápláló, de ha esetleg rakunk bele még csicseri borsót, vagy valamilyen egy zabgaluskát, akkor aszalt paradicsom darabokat, vagy éppen kis paprika darabokat is beleteszünk, akkor már ez egy sokkal táplálóbb, hosszan felszívódó étel lesz. Tehát ezek nagyon-nagyon fontosak, és ha mondjuk ebből a paprikás krumpliból megmaradt egy rész, akkor akár egy kis tócsnit is tudok belőle csinálni, vagy nevezzük ilyen kis lapocskáknak, ilyen lángoszterű dolgot is tudok belőle csinálni, vagy ha szeretnék, akkor akár egy fasírozott alapba is ez belemehet, tehát, hogy érdemes, vagy egy krumplis tésztát, amit ugye így alap, hogy azt is tovább lehet gondolni, és ugyanúgy, mint ahogy az élet számtalan területén a kreativitásunkat ki tudjuk használni, vagy használjuk egyáltalán, úgy ezt ugyanígy a főzésnél. Nem csak főzés, hanem inkább úgy mondom neked, hogy ételkészítés, mert rengeteg mindent nyersen is el lehet készíteni, mint például nagyon sokan eleinte csodálkoztak, hogy hú, hát céklából nyersen is lehet céklasalátát. Tehát az egyik legfinomabb és egész évben ehető a céklás almasaláta, amit pillanatok alatt el lehet készíteni. Vagy például, amire nagyon sokan rácsodálkoznak, hogy karfiol, képzeld el, hogy a karfiol nagyon finom nyersen. Tehát, hogyha ilyen picike kis apró rózsákra szeded, akkor kis citrom, kis fűszerekkel, akár egy nagyon finom ilyen kesudiós szósz lehet rácsinálni. Vagy például karfiol rizst, amikor még inkább aprítod, akkor szinte olyan lesz, mintha rizst tennél, csak ez karfiolból van. Vagy a karfiol lehet egy pizza alap is például. Tehát nagyon sokféleképpen fel lehet használni. Én úgy gondolom, akit egy picit így megérint az, hogy ő szeret kreatívkodni, az ne csak a festő ecsetet fogja meg, vagy szobrászkodjon, hanem igenis az ételekkel is lehet alkotni, és nem kell itt, nem tudom, Michelin csillagos séfnek lenni, meg az természetesen egy másik kategória.
Én úgy gondolom, hogy hétköznapi szinten is lehet csodát vinni, hogyha képesek vagyunk arra, hogy nem ragaszkodunk a hagyományokhoz, hanem picit tudunk tőlük ellépni. Régen volt a hagyomány, a szájról szájra adjuk át a recepteket, aztán voltak a receptes könyvek, és az internet megjelenésével egy nagyon-nagyon-nagyon széles spektrum nyílt meg előttünk. És én azt veszem észre, hogy az idősebb emberek is szeretik használni az internetet, és utána keresnek egy-egy étel elkészítésének. Tehát azt, amit ők is a nagyanyáiktól, anyáiktól tanultak meg, azokat szeretik egy kicsit átvariálni. Arra gondoltam, hogy az, amit az előbb mondtál, hogy például nálatok egy nagy családi étkezés az úgy zajlik, hogy a többiek is hozzájárulnak, hogy meg lehet előzni ezeket, mint amit a Krisztián könyvében olvastunk, az ilyen káoszokat, azzal, hogyha egy kicsit előre készülünk. Tehát, hogyha megmondjuk, hogy ez lesz, vagy igen, megkérdezzük, hogy te mit szeretnél, igen, hogy jól érezd magad, nem? Igen, igen, igen. És nagyon érdekes, mint amit te is mondtál, hogy én ezt évek óta tapasztaltam, hogy eleinte teljesen természetes, hogy van egy idegenkedés. Tehát, hogy amikor az ember elmondja a menüt, akkor esetleg azt mondják, hogy hűha. És nekem tényleg ez vált be, hogy azt mondtam, hogy jó, akkor ti hozzatok valamit. És mindig megkóstolták azt is, amit én készítettem, és akkor jött, amit te is mondtál, hogy húj, hát ez finom. És egy idő múlva egyszerűen elfogadták azt, hogy akkor most ez lesz a menü. És lehet vörös lencséből, vagy másik lencséből idézőjelbetéve Wellingtont készíteni, vagy különféle fasírtokat, vagy ilyen zöldséges pitéket is lehet. Tehát, hogy mondjuk egy karácsonyi menüben sem feltétlenül csak a halászlé, meg a... rántott ponty. Igen, a rántott ponty lehet, hanem... De egyébként annyira érdekes, hogy például akinek hiányzik a halas íz, az, hogyha algába beáztatunk mondjuk cukkinét vagy padlizsánt, akkor ugyanazt a halas ízt vissza tudjuk hozni. Tehát a halnak is érdekes módon, azt kell, hogy mondjam, alga íze van. Tehát vízíze van, vagy ez a különleges íz, de ezt az algától is megkaphatjuk, és akkor múltkor én is elgondolkodtam, hogy hát akkor mi is íz lett nekem annyira, vagy a tengernek a varázsa, de azt megkapom a növényi összetevőből is igazából, tehát, hogy nagyon érdekes, hogy szinte mindent el lehet készíteni. Olyan hasonló dolgokat, mint a vegán kalamári, például hagymakarikákból lehet elkészíteni, és isteni finom lesz. Vagy ahogy az előbb mondtam, hogy például padlizsánt beáztatni algába, és akár még úgy is, tehát majdnem ahogy a padlizsánt szeleteled, majdnem olyan lesz, mint a hal lenne. A nyitottság jutott eszembe, és ez nem csak alulról felfelé, tehát a későbbi generációk a korábbiak felé, hanem a korábbi, tehát az idősebb generációk a fiatalok felé való nyitottsága is szerintem nagyon fontos ebben a fajta elfogadásban. Igen, hál' Istennek azért ilyennel is bőven lehet találkozni, nem mindenhol természetesen, tehát azért azt is látom, hogy azért nem mindenkinek megy ez ilyen könnyedén, de hát ez ugyanúgy érvényes, mint az élet minden területére. Vannak, akik rugalmasak és képesek változtatni. Ugye gyakran szoktuk azt mondani, hogy akkor öregszel meg igazán, amikor már nem tudsz játszani, amikor nem vagy képes változtatni, és ez tökéletesen igaz. Mert addig igazából tök mindegy, hogy az ember 60 éves, 70 éves, 80 éves, vagy éppen 100 éves, mint ahogy ma már hallunk, ultrafutókat, meg olyan sportteljesítményeket is, akár 80-90-100 évesen, hogy szerintem ebben is nagyon nagy fejlődés van, hogy ezek az emberek fantasztikusan tudnak változni és változtatni, és a testük így sokkal tovább képes fiatal, vagy fiatalos maradni inkább. Mert hogy azért egy-két ránc ott van az arcunkon, és semmi nem történik szerintem legalábbis. Ahogy így beszéltek közben, eszembe jutott egy olyan történet, amit így valahol talán olvastam, vagy láttam, és ez egy amerikai történet, hogy a pulykát az ünnepi asztalra mindig egy adott tepsiben sütötték meg.
de úgy sütötték meg, hogy levágták a pulykának a lábait, meg a szárnyait. És ez valahogy generációról generációra adódott át, hogy ezt így kell sütni. És egyszer valaki megkérdezte a fiatalabbak közül, hogy nagymama, miért így sütöd a pulykát, hogy ennek valami jelentősége van, finomabb lesz, vagy ropogósabb. És ennyit mondott a nagymama, hogy dehogy is, hát ekkora tepsim volt. Nem volt olyan, amiben egybe belefért volna a madár. Tehát, hogy azok a fajta beidegződések, azok az alapvetések, amiket hozunk otthonról, azok működnek bennünk úgy is, hogy nem is kérdőjelezzük, meg nem feltételezzük. És akkor vagyunk mi, akik meg dönthetünk arról, hogy esetleg egy kicsit másképp fogunk étkezni, vagy más alapanyagokat használunk. Tehát igen. Egyfajta bátorság azért kell igen, ehhez. Igen, igen. Ehhez szoktam mondani, hogy tök jó dolog, most ha így nézzük, ezt most egy picit talán idézőjelbe teszem, amikor valaki egy egészségügyi kihívással néz szembe, mert akkor hát kénytelen kelletlen kell neki változtatni. Szóval ezek a balesetek, vagy ezek a helyzetek, ezeket én mindig igen pozitívan szoktam értékelni, mert lehet, hogy az az emberke nagyon jól ül a meleg, langyos életében, és jön egy ilyen helyzet, és akkor rájöhet arra, nem mindenki természetesen, de rájöhet arra, hogy válthat és változtathat. És van egy jó hírem mindenkinek, hogy akár 10 másodpercenként hozhatunk új döntést az életünkben. Tehát, hogy ne ragadjunk bele semmibe, ne akarjunk helyzeteket, embereket, készítési eljárásokat megítélni, hanem azt szoktam mondani, hogy próbáljuk ki. Próbáld ki, hogy neked most itt jó-e. És az nem azt jelenti, hogy 5 év múlva is pont az jó szokott lenni. Ez itt elég nagy vita itt egyébként a táplálkozással foglalkozók körébe, hogy hát most akkor mi van, 5 évvel ezelőtt valamire kikiáltották Istennek, ma már azt éppen azt mondják, hogy hú, az nagyon rossz, és hogy micsoda káosz van itt. Én meg azt szoktam mondani, hogy wow, de jó, örülj neki, ennyi mindenből tudsz választani, és választ ki magadnak azt, ami éppen az aktuális életedhez, a leterheltségedhez és mindenedhez tökéletesen passzolni fog. És ne akarjál beállni egy sorba, mert az soha nem fog semmire vezetni, mert kreatív lenni, alkotni, alapanyagokkal kísérletezni. Aztán benne lesz, hogy néha pofára esünk, tehát, hogy esetleg nem lesz finom, amit elkészítettünk, de minél többet gyakorlunk, ez mindenre él, akkor biztos, hogy egyre többször siker fogja koronázni. És ahogy megyünk előre az időben, egyre több mindenből lehet választani, tehát sokkal nagyobb a tárháza annak, hogy miből alkothatunk akár újfajta ételeket, vagy a régieket, akár igen. Új köntösbe csomagolhatjuk, akár sokkal modernebb alapanyagokból készíthetjük, és akkor már nem lesznek annyira idézőjelbe véve nehezek, ártalmasak, vagy nem jó hatásúak a szervezetünkre. Így van. Hát sajnálom, hogy lejárt az időnk, de örülök neki, hogy a generációkat egyszer így behoztuk, mert én azért látom, hogy van közelítés, főleg azzal kapcsolatban, hogy annyira kinyílt a világ, és olyan sok információ elér bennünket, hogy most már a generációk is közelítenek abban, hogy mit érdemes, vagy hogyan érdemes enni. És szerintem nagyon fontos, nekem nagyon tetszik Krisztiánnak az a mondata, hogy egyik generáció sem jobb, vagy rosszabb, csak más. És ez élhet az életünk minden területére, azt hiszem, ez egy fantasztikus mondat, hogy ha ezt alkalmazzuk, akkor sokkal békésebb is, talán ítéletmentesebb lesz a világ. Ajánljuk egyébként ezeket a tartalmakat, amik Krisztiántól jönnek. Naturi Podcast-tel pedig 2 hét múlva jelentkezünk, addig is visszahallgathatjátok korábbi adásainkat a Spotify-on, az Apple Podcast-en és a Naturi YouTube csatornáján. Ha elmondanátok véleményeteket, esetleg kérdeznétek vagy témát ajánlanátok, írjatok nekünk a podcast@naturi.hu e-mail címre. Szívesen veszük vissza jelzéseiteket. Legközelebb is vár mindenkit szeretettel, Glória és Tünde. Tegyél magadért! Ez a Naturi Podcast.